Hát bennem volt az izgalom azért rendesen, mert ez mégiscsak az első felnőtt válogatott meccsem volt, de tapasztaltabb játékosok folyamatosan odajöttek, bíztattak, és ez engem feltöltött energiával, és enyhült ez az izgalom bennem. Én nagyon jól éreztem magam, ugye ez volt az első debutálásom. Sikerült pontot is szereznem, sikerült hozzájárulnom a Berta első felnőtt válogatott beli góljához, ennek plusz nagyon örültem, de attól függetlenül, hogy vereségül zárult ez a mérkőzés, szerintem egy nagyon jó, izgalmas, szoros meccset játszottunk. Igen, nagyon agresszívak voltak, nagyon sok emberelőnyös szituációnk volt, és ezt a végén sikerült is gólra váltani. Mi az, ami esetleg hiányérzet maradt benned így a meccs után? Hát én nagyon örültem volna, hogyha ezt a meccset győztesként tudom lezárni, de összességében én nagyon jól éreztem magam, többiek is végig bíztattak meccs előtt, meccs közben, meccs után, úgyhogy ez egy plusz löketet adott nekem, és pozitív energiákkal tele voltam végig a meccs alatt. Akkor következik a szlovákok elleni meccs. Ott mit vársz, mire lehet képes a csapat? Ugye a szlovákokról is azért van minden szintről emléked, vagy élményed? Hát ugye ők 1/B-be játszanak. Nem tudom, én nagyon kíváncsian várom, hogy ez a mérkőzés hogy fog alakulni. Biztos nem fogják hagyni magukat, és mi is bele fogunk adni mindent.